Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Delik Inga vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Több száz bírság másfél hónap alatt. Rengetegen hagyják figyelmen kívül a megváltozott forgalmi rendet Szekszárdon. Újabb jele a fejlődésnek. Elkészült a bölcsöde Nagymányokon. Egyre drágább piacra járni. Van olyan termék, ami egyes árusoknál háromszor annyiba kerül, mint tavaly. A szakképzés szereplői találkoztak. Szakmai kerekasztalt szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Hiába tiltja tábla, és hiába helyeztek ki rendszámfelismerő kamerát a szekszárdi Garai tér bejáratához másfél hónapja, még mindig rengetegen hajtanak be oda szabálytalanul. A rendőrségnek nagyjából 45 nap alatt több mint 400 eljárást kellett indítani. A hatóság munkatársai azt kérik, az autósok parkoljanak valamelyik közeli, arra a célra kijelölt területen. A Garai térre behajtó autóst állítanak meg a rendőrök szerda délelőtt. Ide szeptember eleje óta csak az önkormányzat által kiadott engedéllyel lehet bejönni minden járművel. Ennek a sofőrnek volt ilyen dokumentuma, ezért őt nem kellett megbírságolni. Az utca Béla Király téri felére szeptember elején helyezett ki rendszámfelismerő kamerát az önkormányzat, azóta mindenkiről tudnak, aki ide behajt, a rendőrség pedig több száz esetben indított szabálysértési eljárást mindössze másfél hónap alatt. 22. szeptember 1-e és október 15-e közötti időszakban 407 eljárás indult a behajtás szabályainak a megszegése miatt. Nagyon fontos felhívni a figyelmet valamennyi járművezető részére, hogy erre az útszakaszra csak s kizárólag akkor hajtsanak be, amikor külön engedéllyel rendelkeznek. Stábunk ott létekor is több autós ment be a Garai térre, közülük volt, akinek nem volt erre feljogosító engedélye. Vele szemben a helyszínen intézkedtek a rendőrök, 30 000 forintos bírságot kapott és büntető pontokat. A hatóság szóvivője szerint megoldás az lenne, ha a sofőrök néhány 10 méterrel az utca előtt megállnának. A Béla téren, vagy pedig itt a környező utcákban, ahova még behajthatnak, és az iskolába a gyermekeiket gyalogosan kísérik, vagy pedig, hogyha olyan árut szállítanak, ami mindenképpen szükséges itt a környékbeli vendéglátóegységekbe, vagy pedig a közeli piacra, akkor a főutcáról közelítik meg. Tavaly egyébként egész Szekszárd területén nagyjából 700 szabálysértési eljárás indult. Beszédes, hogy ezen a mindössze nagyjából 200 méteres útszakaszon csak szeptember óta már 400 ilyen eljárást kezdeményezett a hatóság a szabálytalan sofőrök ellen. Körforgalomba felállított táblát döntött ki egy figyelmetlen sofőr Bonyhádon. A baleset során a jelzőtábla és a kocsi is megrongálódott, de személyisérülés nem történt. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, hogy vezessenek óvatosan. Csalók próbálnak meg visszaélni az adóhatóság nevével Tolna megyében. A módszerük az, hogy telefonon rezsitartozásra hivatkozva kérnek a gyanútlan áldozatoktól adatokat, nem ritkán pénzt. A NAV szóvivője azt kéri, senki ne dőljön be a trükknek, ők ugyanis nem hajtanak be áram- és gázdíjtartozást. Fontos tudni, hogy mielőtt elkezdődik egy NAV végrehajtás, mindig megelőzi egy hivatalos levél, amelyben a hatóság felszólítja az ügyfelet elmaradása befizetésére. Számos viszontagság után elkészült a bölcsöde Nagymányokon. Jelenleg a műszaki átadás zajlik, és várhatóan januárban érkezhetnek a gyerekek az új intézménybe. Már a műszaki átadás folyik a Nagymányoki bölcsödében, de volt olyan pillanata a beruházásnak, amikor az is kétséges volt, valaha befejeződik az építkezés. Volt, hogy levonultak az eredetileg megbízást kapó beruházók, időközben emelkedtek az építőanyagárak, így az eredetileg tervezett költségvetés sem fette az építkezés tényleges költségét. Közbeszerzés és a kivitelezés vége között volt egy hatalmas lépés az árakból, amit át kellett lépni, hogy egy kis pótfinanszírozása is szükség volt, ezt is sikerült megoldani. Úgyhogy most itt vagyunk a kézbe, műszaki átadás közben, tehát zajlik a műszaki átadás, amikor jövő héten fejeződik be. Utána egy engedélyeztetési eljárás, ahol nyilván még lesznek kérdések, meg kifogások, meg sok minden, de azt is úgy gondolom át fogjuk lépni, és akkor január 1-től a bölcsödeként fog üzemelni. Eredetileg 135 millió forintba került volna az építkezés, de további 18 millió forintra volt szükség a tényleges befejezéshez. Egy félkész épületet vettünk át, ami egy légi rossz állapotban volt, a falak le voltak ázva, le voltak salétromosodva, tehát megnehezítették a kivitelezést, ezáltal
egész más anyagokat kellett beépítsünk, egész más technológiát kellett alkalmazni. Mindenképpen egy félkész épületnek a befejezése, ez egy nagy feladat. Kalbéla azt mondja, a megítélése szerint túldimenzionált volt a tervezés, hiszen az egy csoportszobához 200 négyzetméternyi kiszolgáló helységet kellett építeni, miközben ezek a szomszédos óvodában rendelkezésre álltak. A jelenlegi helyzet az, mondja Nagymányok polgármestere, hogyha ilyen ütemben nő a lakosság száma településen, 10 éven belül egy újabb óvodára és bölcsödére is szükség lesz. Áramszünet lesz október 28-án Bonyhádon a Percelmor utcában reggel 8 órától várhatóan délután 2-ig. A kimaradás oka, hogy szakemberek dolgoznak majd egy korábban megrongált elosztó helyreállításán. Az önkormányzat türelmet és megértést kér a helyiektől. Egyre mélyebben kell a pénztárcájába nyúlni annak, aki a piacra jár. Minden termékára emelkedett. A szezonálisak közül a gesztenye egyes árusoknál például háromszor annyiba kerül, mint tavaly. De hasonló a helyzet a koszorúkkal is, amikből közeledve halottak napjához már most is sokat látni a kereskedőknél. Átlagosan 1200 forint volt tavaly egy kiló szelíd gesztenye a piacokon, elvétve még most is találni ennyiért ebből az őszi finomságból. Van viszont, aki 4000 forintot kér egyetlen kilóért, de hasonló a helyzet a dió árával is, már 2500 forint körül adnak egy kilónyit, de nem ritka az ennél másfélszer drágább ár sem. Ettől függetlenül sokan vesznek belőle, igaz idén jellemzően egyszerre kevesebbet, mint tavaly. Diós kalács, gondolom én, nem töröm a feleségem a szakács. A savanyúságnak való is nagyon drágult tavaly óta. Az egyik árus régóta termeszti a zöldséget, mellette pedig gázzal fűtött fóliasátrakat működtet. Eddig havonta 300 000 forint volt a gázszámlája, most több mint 2 milliósat kapott, ezért kénytelen volt emelni az árakon. 600-ról 800 forintra a karfiol kilóját. Sokan. Nem tudjuk eladni egy piacon, se gyönyörű szépek, és mégsem tudjuk eladni. Sok árus már most kitette a halottak napjára készített koszorúkat is. Ezeket 1500 forinttól lehet kapni, de bőven vannak 6000 forintért is. Tavaly mondjuk a 2000-es volt 1700. Hiába emelkedett a koszorúk ára, ezeket a termékeket ugyanúgy megveszik a vevők, mint a korábbi években. A szeretteik sírjára ugyanis a legtöbben figyelnek, ugyanúgy, mint ahogy az árakra is egyre inkább. Olyan sokat kell venni, hogy az ember a kis nyugdíj mellett, akkor megnézi tízszer az árát, mire egyszer megveszi. Szakértők szerint az élelmiszerek áremelkedése idén biztosan nem áll meg. Arra számítanak, hogy az emelkedés mértéke legkorábban jövő tavaszra enyhülhet. Arra viszont senki nem számít, hogy az elmúlt hónapokban megdrágult termékek a közeljövőben olcsóbbak lesznek. A kormány célja jelenleg az, hogy a gazdaságot felzárkóztatási pályán tartsa, a foglalkoztatás szinten maradjon és továbbra is legyenek beruházások. Így készül fel az ország a háború utáni helyzetre, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Az adórendszerben nagy átalakításokat nem terveznek, viszont az általány adózást megkönnyítik, továbbá az iparűzési adóban várható kisebb változások, jelezte. A szaktárca vezetője kifejtette, az országgyűlésnek benyújtandó adómódosító javaslatok szerint az általány adózóknak 12 helyett évente csak 4-szer kell majd járulékbevallást benyújtaniuk. Az iparűzési adó esetében a sávos adózást évi 25 millió forintos bevételig választhatják a kisvállalkozások. A legkisebb cégek mindössze 50 000 forint adót fizethetnek. Szakmai kerekasztalt szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek során a megújult szakképzési rendszer tapasztalatairól számoltak be a résztvevők. A rendezvényen bemutatkozott az ágazati készségtanács is. A szakképzés szereplőivel tartott megbeszélést a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Utóbbi a rendezvényen többek között bemutatta a feladatait, és azt, hogy milyen módon működik együtt az egyes szervezetekkel. Például a vizsgáztatás területén, a pályaorientáció, a megyei munkaerőpiaci kerekasztal, országos szakmai versenyek szervezése, a duális tanácsadói hálózat működése. Nagyon fontos, ahogy mondtam, a szakképzés működtetése szempontjából az, hogy mindenki hozzá tegye a saját részét.
Az eseményen bemutatkozott az ágazati készségtanács is. A szervezet legfőbb feladata, hogy a vállalkozásokat, vagyis ez esetben a duális partnereket képviselje. László Gábor, a kereskedelem készségtanács elnöke elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az új rendszer működik, azonban néhol szükség van finomításra. Össze kell dolgoznunk. Még nagyon sok mindenki fejében a régi rendszer van, ami gyökeresen megváltozott, egyetlen eleme sincs talán, ami most érvényes lenne, éppen ezért kell az új szemléletről sokat beszélni és ezeket egyeztetni, itt beleértve a képzési programot, hogy megfelelőek legyenek az óraszámok, az elméleti felkészítésre és a duális felkészítésre. Az elnök kiemelte, hogy végső soron a szakképzésben résztvevők célja, hogy a tanulókat használható és naprakész tudással küldjék a munkaerőpiacra. Az ukrán-magyar határszakaszon 5071-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar oldalon pedig 3811-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság szerdán. Az érkezők közül a rendőrség 104 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Az Aszáron megrendezett vívó bajnokságról érmekkel tértek haza a Szekszárd Kórház sportkör vívó szakosztályának ifjú növendékei. Dobogóra ugyan még nem állhattak, de egy negyedik és egy ötödik helyezést magukénak tudhatnak a sportolók. Előre, bam, bam, és indul a kép. Akkor is indul a kép. A versenysorozat első fordulóján vettek részt a fiatalok, ahol csapatban is egyénileg is jól teljesítettek. Fejes Fanni a lányok között negyedik helyezést ért el. Nagyon jól éreztem magamat, büszke vagyok az eredményemre, és szerintem ez a verseny jó volt gyakorlásként is, mert tudtunk más emberekkel is vívni, mint akik itt vannak, és nekem nagyon tetszett összességében. A szekszárdi vívó szakosztályból 12 gyerek indult a megmérettetésen, közülük volt olyan is, aki először volt versenyen. 8 csapatból második, illetve harmadik helyen végeztek a gyerekek, az egyik csapatunk, és egyéniben is voltak, akik jól szerepeltek. Általában ezek a versenyek olyan 18-20 fős létszámmal, korosztályonként induló létszámmal szerepelnek, és ebből a 20 főből az egyik versenyzőnk a Máté ötödik lett, Farkas Máté, és a lányok közül pedig a legjobb eredményt Fejes Fanni érte elő, pedig negyedik lett, és utána ötödik, hatodik helyet is a szekszárdiak szerezték meg. Az egyesület jövőbeni tervei között szerepel egy megyebajnokság rendezése is, ahol kihirdetnék Tolna megye legjobb vívóját. Regionális híreink következnek. Mi lesz a pécsi vízszolgáltatással? Heves vita a keddi közgyűlésen. Egészségügyi szolgáltatási járulék. Több okból is keletkezhet fizetési kötelezettségük az adózóknak. A legjobb ételeket keresték. Hal és vathús főző szakácsok mérték össze tudásukat. Megveszi az egyik városi cég a másikat, hogy pénzt juttasson a pécsi vízszolgáltató működtetéséhez. A baloldal szerint ez az első lépés azon az úton, hogy a Tettye Forrásház az önkormányzat kezében maradva energiafüggetlen legyen. A jobb oldal szerint ez a lépés csak elodázza a problémát. Vitát váltott ki és kérdéseket vetett fel a Tettye Forrásházzal kapcsolatos közgyűlési döntés a pécsi városházán kedden. Az önkormányzat egyik cége megveszi a másikat, kívülről ezt hallhatta az érdeklődő. A gazdasági alpolgármester szerint 2030-ra energiafüggetlenné teszik a vízszolgáltatót, de közben a céget is finanszírozniuk kell, erről szólt az előterjesztés. Miképp lehet a fejlesztési időszakra likviditási forrás biztosítani? Tehát ugye normál esetben nem tudsz egy beruházást azonnal betenni, és csak egy részét tud üzembe helyezni, ez lesz majd a napelemparkok bekötése, de még körülbelül 2 ekkora napelempark bekötésére van szükség. És amik ezek megépülnek, és ugye forrás oldalon addig finanszírozni kell a tettyét,
Ezért a Vízház Kft-t megveszi tőle a vagyonhasznosító saját forrásból. És erről döntött erről a szerződésről a közgyűlés. A baloldali többség megszavazta ezt az erőterjesztést. Kérdés, hogy a hátralévő években is tudja finanszírozni a Tettyeforráshez működését az önkormányzat. Ruzsa Csaba szerint igen. Most kapott 3 milliárdot a társaság a vezetékrendszer rekonstrukciójára. Az alpolgármester szerint további pénzek érkeznek még erre. Mi azt gondoljuk, hogy a 21-27-es időszakban még további 5-7 milliárdnyi forrás reményeink szerint elérhető lesz ahhoz, hogy még további vezetékeket újítsanak föl. Ugye azt szokták mondani a kollégák, hogy olyan 2035-2040-ig 20 milliárdot kéne elkölteni. Ha mostani 3 milliárd mellett még 5-7 milliárdot meg tudunk nyerni mondjuk 28-ig, és mellé rakjuk az 1-1 milliárd forintokat, amit évet a város be tud tenni, akkor nagyjából ezt jelenti, hogy olyan 2030-2040-re el tudja érni a város a felújítás jelentős részét. Közben pedig az energiafüggetlenséget is. A Fidesz frakció vezetője szerint a helyzet ennél bizonytalanabb. Ez a könyvelési trükk semmi másról nem szól, mint arról, hogy a városvezetés még egy évig életbe tartsa a Tettyeforráshez ZRT-t, azon az áron, hogy 1,1 milliárd forintot saját forrást kénytelen pluszban rákölteni, de 2024-ben egészen biztosan el fog jönni az igazság pillanata, fenntarthatatlan a jelenlegi energiaárak mellett a Tettyeforráshez ZRT. A frakcióvezető azt mondja, nem érti, milyen jövőről beszélnek, miközben évekig nem tudták megoldani, hogy az elkészült naperőmű működjön és a vízszolgáltató szivattyúinak, átemelőinek termeljen áramot. Most persze másokat hibáztatnak, mondja Csizmadia Péter. A pécsiek ivóvízellátáshoz való joga és annak a biztosítása, az most valóban nem játék, a szómágiával megoldani nem lehet, hanem el kellett volna végezni azt a munkát, amivel gyakorlatilag sokkal könnyebb helyzetben lenne a Tettye. És akkor még egy mondat erejéig, az a szerződés, amit most aláíratnak a Tettye vezetőjével, az, ezt jogászként, ügyvédként mondom, hogy nagyon-nagyon komoly aggályokat vet fel. Ugyanis a Tettye már most lemond a tulajdonjogáról, holott a vételárat a vagyonhasznosítótól majd csak valamikor jövő év végén fogja megkapni. Vagyis semmi biztosíték nincs arra, hogy ez a pénz valóban megérkezik a vízszolgáltatóhoz. 1,1 milliárdot kellene fizetnie a vagyonhasznosítónak, pedig a tavalyi eredménye csak 320 millió forint volt. Ezért most fel kell túrniuk mindent, hogy pénzt találjanak. Ez pedig nem felelős gazdálkodás, csak elodázzák a problémát, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Több okból is keletkezhet egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségük a magánszemélyeknek. Ezt a havonta előírt összeget a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére kell megfizetni. A tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell kiegyenlíteni a tartozást, ugyanis ha túl sok hátraléka keletkezik az érintetteknek, úgy nem vehetnek igénybe térintésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Hogy ne szűnjön meg a jogosultság az egészségügyi ellátásra, szolgáltatási járulékot kell fizetni a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára. Ezt különbe kell fizetni, amennyiben a jogosultság megszűnt. Ez bekövetkezhet a munkaviszony megszűnésével, a diákigazolvány lejáratával, illetve akkor is, ha a magánszemély nem szociális rászorulónak minősül. Ezt a járulékot az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésekor kell elkezdeni fizetni, viszont a törvény meghatároz egy 45 nap türelmi időt. Tehát, hogyha a jogosultság 45 nap vagy annál hosszabb ideig fennállt, akkor 45 nap a türelmi idő, hogyha ez rövidebb időszak volt, akkor e szerint fog módosulni ez a 45 napos határidő, tehát csökkenni fog. Azoknak a diákoknak, akik az idei tanévben már nem tanulnak, október végén válik érvénytelenné igazolványuk, tehát az ő esetükben december 16-ától kell megfizetni a járulékot. Ezt az összeget egyébként a NAV automatikusan írja elő, de bizonyos esetekben külön kell jelezniük az adózóknak, ha megszűnt a jogosultságuk. Ezt az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhót követő hó 12-éig kell megfizetni. 2022-ben ez a havi összeg 8400 forint, töredék időszakra pedig napi 280 forint. A kötelezettséget meg lehet fizetni csekken, banki utalással, illetve az elektronikus fizetési felületen pedig bankkártyával. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az érintettek helyett más személy vagy szerv is megfizetheti, az adózó hozzájárulásával, illetve az adóhivatal jóváhagyásával. Amennyiben nem fizetik meg az összeget, és a fennálló tartozás meghaladja a havi összeg hatszorosát, úgy ebben az esetben nem vehetik igénybe térítésmentesen a szolgáltatásokat.
A jelenlegi közéleti légkörben lehetetlennek tűnik, hogy értelmes beszélgetést folytassunk bárkivel, akinek a véleménye különbözik a sajátunktól. A heves viták, sértegetések akadályozzák a kultúrát, kommunikációt. Ezt a problémát igyekszik feldolgozni és megoldási formákat adni Peter Bogosian világhírű filozófus kötete. A könyvet a Matthias Corvinus Kollégium összejövetelén mutatta be a szerző a közönségnek Pécsen. A Hogyan folytassunk lehetetlen beszélgetéseket című könyvben Peter Bogosian és szerzőtársa végigvezeti az egyszerű, gyakorlatias, minden sikeres beszélgetéshez szükséges beszélgetési technikákon az olvasókat. Legyen szó akár az éghajlatváltozásról, vallásról, nem identitásról, faji hovatartozásról, szegénységről, vagy akár a bevándorlásról. So how do I lead the reader through... A könyv elemi kommunikációs technikákból indul ki, így önmagát építi fel. Ezeket a kötet pszichológiából és a tanácsadások keretéből meríti, amikor addikt vagy droghasználó pácienssel beszélgetnek. Így segítő szakmákból átvett kommunikációs technikákkal tudja a könyv lépésről lépésre felépíteni önmagát. Bogosianék megtanítják a kételyek ébresztésének és az elmék megnyitásának finom művészetét, a jó beszélgetések alapjainak elsajátításától kezdve a szélsőségekkel való bánásmódig bezárólag. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom ahhoz, hogy elősegítse a jó beszélgetéseket. Akár egy morálisan megosztott politikai helyzetben is. Ezek azok a technikák ahhoz, hogy ez sikerüljön. Már 2013-ban volt egy hasonló könyvem, mely nagy segítséget jelentett kritikus élethelyzetekben. Sok embernek tudok segíteni ezzel, ugyanis ezt a mostani kötetet 7 nyelvre fordították le. A kötetet a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletének összejövetelén mutatta be a szerzője, Peter Bogosian világhírű amerikai filozófus. Összesen 25 csapat húzott kötényt a somogyi Rádpusztán, hogy kifőzzék a legfinomabb ételeket. 10 csapat halászlét készített, amíg 17 társaság vadételekkel próbálta elnyerni a zsűri tetszését. Akadtak olyanok is, akik mindkét kategóriában indultak. A második hal- és vadfőző versenyre több százan látogattak el. A második hal- és vadfőző versenyen ragadtak fakanalat amatőrök és profik is a rádpusztai megmérettetésen. Akadtak olyan indulók is, akik mindkét kategóriában versenyeztek. Így például a balatonbográri Élő Sándor is, aki barátaival érkezett. Hozzuk a párjainkat, ők főzik a halászlevet, mi főzzük a vadat, és akkor így egy teljes családi napot tartunk, baráti családi napot. Az egységesen piros kötényben szorkoskodó hölgyek csapata a helyieknek már ismerős lehetett, hiszen a somogyváriak minden rádpusztai főzőversenyre nagyon készülnek. Ezúttal vadpörköltet készítettek krumplifánkkal. Hagyományos módon, úgyhogy semmi különlegességet, hagyományos hagyma alapon, paprika, meg a hagyományos fűszerekkel készül. Sokan a fűszerek minőségében látták az ízletesebb étel elkészítését, így például Gyetkó Károly is, aki a Völgyi BT csapatával halászlevet főzött. Én úgy gondolom, hogy itt a halászlé főzők közül mindenki ebből a módszerrel főzi a halászlét, csak az apróságú van különbség a paprikában. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT vezérigazgatója a halételek zsűrizése után elárulta. Sok főzőversenyen kóstolt már, de ennyire egységesen jó halleveket még nem tálaltak a csapatok. A rendezvény célja a balatoni hal népszerűsítése is volt. A ZRT vezérigazgatója kiemelte. Zajlanak a lehalászások, most derül ki, milyen veszteséget szenvedtek el az aszály miatt. Mint mondta, a beslésekhez képest kevesebb lesz a hal, de ettől még lesz elég a karácsonyi időszakban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Több száz bírság másfél hónap alatt. Rengetegen hagyják figyelmen kívül a megváltozott forgalmi rendet Szekszárdon. Újabb jele a fejlődésnek. Elkészült a bölcsöde Nagymányokon. Egyre drágább piacra járni. Van olyan termék, ami egyes árusoknál háromszor annyiba kerül, mint tavaly. A szakképzés szereplői találkoztak. Szakmai kerekasztalt szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Csütörtökön az előző napokhoz képest körülbelül 5 fokkal hűvösebb időben lesz részünk napközben is, annak ellenére, hogy marad a tartós napsütés. Éjszaka eleinte csillagfényes égbolt valószínű, még hajnalban nyugat felől egy vékony, szakadozott felhősáv húzódhat a Dunántúl fölé. Északnyugaton élénk marad a légmozgás, másutt szélcsend várható.
Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!